hát feje fölött száll át Bor, még mindig Bor. Hoppá, kapufa, kipattanó labda, Horváth rá tud-e fordulni, nem? Viszont ott a gól, egy óriási gól, Vas Ádám a szerzője, 2-0 az MTK-nak. Többször volt lehetőség az Újpestnek felszabadítani, de nem jött össze a dolog. És mintha zsinóról húzták volna a labdát, úgy vágódott be végül is a sarokba Vas Ádám. Futtából, kapásból adott lövése. Nagyon jól jelzi a mai futball igazságát, hogy labdabirtoklással csak egy csapat sokra nem megy. Mert labdabirtoklási aránya, mutatója nagyon jó volt az Újpestnek a második félidőben, de itt egy kapufa még megmenti a hazaiakat, és aztán ez egy remek átlövés. Egyszerűen képtelenek voltak felszabadítani az újpestiek, és beleállni is ebbe a lövésbe.